epsilon. Különleges rózsát készít Nagy Győző a műhelyében, szinte minden ünnepre, évfordulóra szokás szerint vágott virággal ajándékozzuk meg női családtagjainkat, ami csak néhány napig vagy hétig díszeleg a lakásban. Itt egy soha el nem múló rózsa készül. Itt vannak a levelek, ugye ezeket egyszer kiszabni, az erezeteket beleütni, a széleit megcsinálni, és utána egy kis köranyagra fölmegeszteni, hogy meglegyen szépen. Ebből van egyszer három darab, és akkor itt vannak az alapok, a rózsának az alja, az első három szirom, utána jön ez, amit mindjárt meg fogok csinálni, és utána mégis így épül föl az egész. Utána ezeket szépen összehajtogatom, és úgy fog összeállni a rózsa, tehát a hegesztés azt nem lehet látni. Egy szár hozzá, és nagyjából ennyi az anyagszükséglet. Nagy Győző bár szakmája szerint szerkezetlakatos, néhány éve ilyen és ehhez hasonló dísztárgyak elkészítésébe fogott. Beszélgettem szakemberekkel, akik már csináltak kovácsolt rózsát, tehát ők kovácstűzzel csinálták, készítették, és én hidegen, ugye nincs kovácstűzem, nem tudom úgy, és sajnos ezek a régi kovácsok, akik ezt meg tudták volna mutatni, hogy ez hogy mind működik a kovácsolás, ezek már kihaltak, és nincs olyan szakember, aki ezt meg tudná mutatni, ezért megpróbáltam hidegen. Hidegen a lemezt lehet alakítani bizonyos részig, és a rózsát például 15 levélből állítom össze, ezt lemezből kiszabom, szépen kikalapálom, egy lemezből három szélmot alakítok ki, amit majd látni fogtok, és ezeket szépen összeillesztem, középen összehegeztem, úgyhogy ezt nem lehet majd látni, hogy hegesztett. Győző már gyermekkorában elleshette a szakma rejtelmeit édesapjától, de akkor még nem gondolta, hogy ő is ezzel fog foglalkozni. 87-ben kezdtem el a Szekszárdi 505-esbe járni ipari tanulónak, kitanultam a szakmát. Nagyon sok helyen dolgoztam, és sokat tanultam minden egyes munkahelyen, hol a hegesztéseket, hol a lemezmunkákat utóbbi, azt leginkább itt Bátaszéken egy maszeknál dolgoztam 12 évet, ott tanultam meg a lemezmunkát. Itt, hol láttam a lakatos szakmát, és akkor ugye, még kommunizmus rendszer volt, nem nagyon ismertünk más szakmákat, nem úgy van, mint majd úgy volt, mint most, hogy iskolák bemutatkoznak már az általános iskolába, hogy fiatalok vagyunk, létezünk, gyertek ide hozzánk tanulni. Ugye itt az ember akkoriban próbál dönteni, hogy mi legyen. Jó, apunál itthon már csinálgattam ezt, azt farigcsáltam, úgy, mint most a kisfiam is, de úgy gondoltam, hogy folytatom akkor tovább azt, amit édesapám elkezdett, lakatosodunk tovább. Akkor még igazából nem szerettem úgy a szakmát, szerettem csinálni, de nem Isten igazából. És ez az, utána a későbbiek folyamán alakult ki, leginkább akkor, mikor már itthon csinálgattam a maszek munkáimat, csinálgattam barátaimnak a kerítéseket, kapukat, akkor alakult ki igazán, hogy igen, ezt kell csinálni. Nemrég azonban egy elég nagy fába vágta a fejszéjét. Szeretem csinálni, amit csinálok, nagyon sok lemezmunkát, mint karosszériát, mint szerkezeti munkát készítettem már, és pár éve mindig feszegetem a határokat, hogy mit tudok csinálni, mit nem tudok csinálni, és ez alapján jött egyszer az ötlet, hogy próbáljunk meg egy szobrot. És hogy kinek és hova? A választás egy alig 200 főt számláló baranyai településre esett. Kékesdetem épített egy templomot. 2009-ben adták át, ha jól tudom, és láttam, hogy az udvaron nincsen semmi, egy betonkereszt áll csak. Na, gondoltam, akkor ide jó helyre jön talán egy szobor. Ahol dolgoztam Ausztriában egy lakatos cégnél, ott csak alumíniumot hegesztettem, és azzal foglalkoztam. A főnököt megkérdeztem, hogy csinálhatok-e valami maszek munkát? Persze, természetesen, oké. De elkezdtem csinálni szépen az aljától fölfelé felépíteni a szobrot, és hát ott már úgymond a főnök is mondta, hogy hát ezt folytasd, mert jól néz ki. Ugye megvolt az élmény, megvolt a lendület hozzá, és akkor így folytattam tovább. Hazahoztam, itt hegesztőkészülék hiányába nem tudtam tovább folytatni, és pár hónap múlva tudtam venni egy készüléket,
továbbra csináltam. Ugye ez megint időkérdése volt, hogy mikor és hogyan, mert hetente, két hetente jártam haza. Elég sokáig készült, majd 4 évig készült a szobor. A Kékesdi templom udvarán van egy harangtorony, ennek az oldalát díszíti majd Győző Szent Mihály arkangyalt ábrázoló szobra. Megtanultam sok olyan fogást a főnökömtől, amit előtte még nem tudtam. Ugye lemeznyújtás, hogy mit, hova kell hajtogatni, hogy az ott legyen, ahol kell. Nagyjából tudtam, ugye fejbe, hogy ezt az ember eldönti, hogy mit szeretne csinálni, és elképzeli, hogy ez hogy kell, hogy kinézzel, akkor nem is kell rajz. Oda próbáltam, kikalapáltam, így jó lesz, úgy jó lesz, méretek körülbelül, hogy azért az arányok is passzoljanak. Például a fejét azt 3-szor vágtam szét, hogy passzoljon, mert túl nagy volt. Hát elnéztem is, ez nem úgy van, ahogy kell lennie, szétvágni, összehegeszteni, és hát így haladtam szépen végig. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mit hogyan készítek, mit hogyan csinálok meg. A készfej például az egy sima 10-es anyagból elkezdve, és úgy fölhegesztve, visszacsiszolva. Volt egy kis munka vele. És hogy mit adott neki ez a 4 év? Önbizalmat leginkább. Önbizalmat ahhoz, hogy belefogjak olyanokba, amik még ismeretlenek számomra, munkailag leginkább, szakmailag. Tudjam ezt tovább folytatni, és tudjak olyan munkákat vállalni a továbbiakban, amik még ismeretlenek, vagy úgymond távol álltak még eddig tőlem. Közben a rózsa is elkészült, ami az utolsó simításoknak köszönhetően nem csak szép, de illatos is volt.